Na szépen, akkor Danit elviszük, beleütöm valamibe a fejedet, hoppá, ó, nem lehet beleütni valamibe a fejét, én olyan rendes barát, oha, majdnem sikerült, én olyan rendes barát vagyok, hú, és forogjunk egyet, hú, mint a vidám, hoppá, pont beleütötte a fejét, na, nekem már nem csak a lába fáj, ugye, ó, hát ilyen karnevál van, ő Lady Karnevál, az igen, hogy elsőről ne forognak itt a szegény negyedbe az emberek, milyen karnevál van. Amúgy, mit ünneplünk? Komolyan, Géta Normi megszületését? Ez volt egyik legvadabb aligátor, amit életemben láttam. Fuck you, pig! Egyébként tűzijáték nincs, mert... Az igen, az már valami, az már Duffy, az kemény. Úr, már emberek is maciznak. Ez kemény izé lehet, party. Ilyennel se szívesen találkoznék egy sikátorba. Na hívjuk fel Sammy-t, hát a felveszi, remélem nem alszik még. Azért még nincs itt az idő, az ideje annak, hogy aludjon szerintem. Nem is tudnék aludni, mikor a bandám egy ilyenféle rablást csinál. Igen, Danikám, mi van veled? Danny megsérült. Hogy nézd már? Miért nézel? Te csúnyában nézel ki? Nekünk is így be kéne öltözni amúgy, szerintem. Ha meg virágnak öltözött, lehet azt hiszem, hogy még első osztályban van. Van egy menekülő jármű itt a közelben. Jól van. Itt hagysz minket, hogy mi van? Danikém, el ne aludjál már, hallod? Hogy mozog már a haja, mint valami? Szén a bogja. Egyelőre mozgalmasnak nem nevezhető, nincsen veszély, nem vagyunk veszélyben. Istenem. Az kicsoda, Zeus. Mi a picsa? Lassacska már ilyen debreceni virágkarneválba érzem magam. Mondom, hogy lesz tűzijáték. Ho-ho, lesz tűzijáték. Az igen. Nagyon vagány vagy. Oha! Indián tánc. Macskának öltözött, mindjárt meghúzom a farkát. Csak az enyémet vissza ne húzza. Gyerünk át a báron. Ó, de kemény, meg tud gitározni. Tehetséges. Gondolom. Mondjuk. Akkor lehet nem itt gitározna, hogyha tehetséges lenne. Én mindjárt zongorázok. De hát lehet menni? Amúgy semmi baj, be van rúgva a haverom. Túl sok volt az izé, tudod, a Royal Vodka. Az nem egy rendőr? Két kettő is? Ajjaj, ajjaj. Az meg úgy nézett ki, mint mondjad már a Deutsch Tamás. Csak eszembe jutott a neve. Megint ugyanaz a szobornál vagyunk. Lehet körbe-körbe vagyunk. Trombitás Rédi! Ez is, de milyen jó száma, milyen táncolok, vagy Danny, táncolj már egyet így szaros lábbal. Pá, 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 rá, pá, pá. Ott is ott a rendőr. Jaj, rossz elértünk mi. Mit csinálják ilyenkor, basszus? A rendőrök rúgdossák az embert. Cube, hello. Ja, nem is live, oké. Okay. Na itt mi történt? Tán elfolyott a tampon. Oké. Tiszta velencébe érzem lassacskán magamat, karnivál. Ugye a korda gyöty hiányzik. Lady Karnivál. Gyorsan, menjünk már a kocsiba, és húzás van! Mi leszünk a csalétkek. Minden rendben lesz. Azért kell a fegyver. Azért kell. Ámen. Hát azt látna a pap. Barátunk? Ne. Az ember mitől? Segítsünk már annak az embernek. Lehet belelépett egy kecskeszarba, azt nem tud felkelni. Ajjaj! Ez tényleg eléggé nagy csali. Na menj, futás van, gyerünk, mint a Shrek várából, ezért sárkány várából a Shrekben. A friend in Jesus.
Merre menjünk már? Hú, friendin Jézus. Én nem akarok rendőrt ölni, jó? A rendőrölés az sose jó. Nem kivitelezhető. Ekkora fejed volt, hallod? Tehát túl sok patiszon tettél. De szép, izé kardfogú. Kardfogú, kard, orrú, kardhal. Kardhal. Mi van? Kardhal. Na, igen. Na, itt már izé mécses, ez nem mindez. Temető. Pont itt a temetőben. Nem itt szeretnék elhalálozni. Igen, látom, látom, ott van az izé a heat, meg minden. Stalking, jó. Ujjaj, mivel lehet lefegy... Kuku! Kukutyin! Nesze! Kúva! Az észrevett? Jó, van már... Én nem akartam rendőrt lőni, de ő egy mocskos pig volt. Vigyázz! Nem apád, nem anyád, addig üsd a vasat, amíg meleg. Gyorsan! Mi volt ez? Come on! I not die to die. Tonight. Na, hellóztok, hoztam pár barátot. Gyorsan. Alice! Garin! Elvitte a pénzt, elvitte a pénzt, Pajasz. Pajasz András. Na jó van. Gyorsabban már! Gyerünk! Mintha élne, mert mozognál. Hú. Ez nem tudom miért csinálok ilyen epilepsziára adó jeleket. Gyorsan. Ennél lassabb kocsit amúgy személy nem tudott volna adni. Kukács kocsival kellett volna menni, nem? Ne. Oá. Negatív. Mi van negatív? Mennyi rendőr üldöz? Ennyi rendőrt még a rendőrségi bálon se láttam. Őt átvágunk, lesz neked kerítés. De legalább holnap lesz mit dolgozni, akik itt dolgoznak alapból. Lesz mit dolgozniuk. És a 47 dollárból még egyetlen egy dollárból se fújtam ki az orromat. Nem már, takarodjál már! Nem már, maffia! Ezeket sose rázzuk le. Így. Negatív. Csak ezt tudjam mondani, negatív. Milyen a vércsoportod? A plusz B negatív. Sikerült? Eltűntek? Yeah, man. Gazdagok vagyunk! Feed the six gun. I fought the love. The love can kiss my ass. Most énekeljük a I for the love-ot? Ezt én is ismerem. I for the love and the love one. I for the love and the I'm one. Vagy von. Ez meg a push it to the limit. Alice, mi van veled? Ennyi pénzem volna. Fú, nem kellene sok algopirin. Akkor nem izé, Pajasznál volt a pénz, hanem nálunk. Maradt. Pajasz hol van? Köszönöm szépen, mézt már régen ittam. Igen, ez nem a pénzről van szó, szabadságról. Ilyesmi. Igen, most már ki tudjuk fizetni Márkánóékat. Jó van szemikém, te is így elmi pár kortyot. Rád fér. Mit? A Mikulás? Megérkezett már? És nézd! Jaj, itt van Márkánó is. Ajtót csukd be. Már bejönnek a kóbormacskák. Milyen fasz a óránk van már?
Na, ezt se bírja már az italt. Most kéne bejönni 2-3 rendőrnek. Hello, mi van? Ennyit ittak az emberek, hogy ilyen sok pénz van nálatok? Ki az a dagadt Mafia 3-as Molnár Krisztián? Pusznyusz. Na-na, mi volt az a nézés? Húja ez a nézés. Mert a nézése meg a járását. Anyád! Alice! Alice! Alice Coy! Ó, Istenem! Köcsög olasz. Tészezabáló hányingerkerdő. Sammy! Sammy! Ó, Istenem! Mindenkit megölte? Danny! Biztos Danny-t is. Ez dagadt anyaszomorító. Felgyújtották egész kocsmát. Olyan nagy orra van, majmok bolygájában nem volt ekkora orrú főszereplő. A számomra közben nagyon jó. Kibebaszott jó. Ennyi. Vége, megölték a családunkat. Na, itt a pap. Picsába. Azt a elkurvult életbe. Hát pár nap biztos eltel, mivel egy ilyen headshotot kaptunk, ahogy elnéztem, gondolom nem headshot volt, mert túléltük. Mondta, hogy hívjon fel John Donovant. Bárcsak soha nem hívtam volna fel, azt mondja. Igen, ő Sal Marcano. És mi van az emberrel? Az a szaros testvére, Lou. Igen, ez ennek a Marcanónak van pár testvére. Azt hiszem 3. Igen. Egyik csaj. Segített Lincoln Clay-ben abban, hogy megölje Sal Marcanót? És összes embert, aki Sal Marcano ismert? Hogyne? Elkezdi, hogyne? Tanulva hallomása minden, hogyne? Még mesét, pompom mesét olvassa fel nekünk. I said I never loved you. Rám is rám fél egy kis borotválkozás, most hogy látom a... Majdnem azt mondta a Vitót, a Lincolnt. Kicsit ilyen vietnámos már arcunk, megyünk háborúzni, bomba. Bamba Claude Babilo. I said... Az emberre mi történt? Gondolom, nem az izé beleflexelt a szemébe valamit. Igen, Sal Marcano. Nem tudom mennyi időt elhetett el. Szerintem, hogy fél év minimum. Szóval megölöd ezeket az embereket. Ez a terv, Padre. Jó, most egy izé... Paf vitatkozik egy egészen más személyiség emberre, hogy mi a helyes, mert mi a nem helyes. Elég út! Nem mond, nem! Bosszú! Bosszút fogok forralni! Megölte Sammy-t! Megölte Alice-t! Nem hozom, semmivel sem tud őket visszahozni. Őket nem. De nehogy már ezek boldogok legyenek, mert minden. Úgy kell, minden barátját, minden társát széjjel kell, ki kell nyírni, hogy érezze, mi az, hogy hiány. Elvette a szeretteinket, érezze azt, hogy milyen érzés az.
Nincsenek velünk, soha többé nem tudjuk megölelni őket. Érezze azt, a nyomorék, hogy dögölne meg háromszor! Egymás után. Na. A picsába már! Az ilyen olasz faszfejekbe. És egy kicsit felmérgeltem magam, bocsánat. A húgycsőjük legyen hónapra még jobban húgyos. Hogy a mozizás közben kapjon a prostatorákot. Engem nem érdekel. A Istenemnek semmi. Köszönöm, hogy megmentettél egyébként, atyám. Nem érdekel! Olasz dzsigolók. Armano Latino. Pusztulj meg! Ezio Auditore de Firenze. Na és igen, konkrétan, annyi a lényeg, hogy elmondom, hogy milyen hasonlóság van a Mafia 3. Mi? Kirobolom a papot. Elmondom, hogy mi a egyezés a Mafia 3-ban, így úgy, hogy Mafia, hogy miért Mafia. Annyi az egész, csak... Az mi? Father James a Nolan korában. Annyi a egyesség csak, vagy egyezés, hogy azért Mafia, mert most a Mafia ellen fogunk harcolni az egész játékban. Most nem mi vagyunk a mafiózók, hanem pont ellenük harcolunk az egész játékban. De talán ennyi hasonlóság van a Mafia azért Mafia 3 Mafia, de amúgy egyébként másban nem. Nem alapból látszik, hogy nem olaszok vagyunk, nem öltönybe fogunk járkálgatni, meg kalapban, meg egy esernyővel a kezünkben napos időben az egész játék alatt. Értitek, miről van szó? Ez egy egészen más játék már. És ezért nem Mafia 3. Ezért nem Mafia 3. De attól még lehet jó játék. Mert egyelőre a sztori nagyon-nagyon-nagyon überbaszott. Volt már nagyon sok ilyen bosszú hagyjátos sztori elmesélés a világon. Hogy ne lett volna? Annyi, mint Varjúban a szeretet. Annyi. De hát ez egy... Hát a sztori elviszi magával a játékot, a játéknak a hiányosságait. Mert az van. Elég jócskán sok. És nem is tudom, hogy mondjam el. Mondjuk van egy GTA 4, ami ugye az is inkább a sztorira gyúrmázik. Abban az is ilyen, hogy is mondjam, mint egy tech demo lenne. És hogyha először, vagyis nem is tudom, nekem sokáig megfogott a GTA 4 a sztoriával, de most, hogy játszok vele, már annyira nem fog meg. Ugye, úgy érzem, a sztori nem fogja elvinni egy játékot arra izére a pályakörre, hogy 15-ször végigvidd. Másodjára játszom a Mafia 3-ot, álljál már meg! Megyek, pisztrángél, bemegy már a bolba. Veszem már izét, pöttyös túró Rudit, most nem van akciózom. Van a Playboy is. Donovan, te fogsz minket lebuktatni. Hát a Marcano fejét ebbe szívesen belenyomnám. Halló? Halló, mi van veled? Mi van? Úgy olyan a szemem, mint Chip és Dale-nek. A Playboy-t még felvesszük. A 47 dollárom fél évig nálam volt? Hú, vagány, még jó, hogy nem izé inflációzott-e. Hol van a Playboy? Playboy X. The money, XX, Playboy. Na gyerünk, Buda mogorván nézel ki. Donovan. Donovan, mondjon le! Donovan, szereti a női fehér neműket. Gyere már! I said, I come on, love you together! I said... És írjátok le ti is a véleményeteket. Mert szerintem volt egy
egy nagy, a sztoriban egy nagy tetőpont most, előbb. Csak hogy hogyan halad tovább? Ez a kérdés. Ez volt a bevezetés, az etetés. Etetőt szál, etetőszék. De hogy most hogyan fog haladni a sztori? Ezek után? Hogy izgalmas lesz-e? Na, hogy ezek után derül ki. Én megpróbálok mindent, hogy izgalmassá tegyem. Szemét, sörözge... Ellopták a kocsit! Ja, az te vagy? Ja? Jó, hogy nem jön be velünk. Jó, hát nosztalgiázunk. Hú, de befaszott... Mi? Bebaszottul felgyúlott az egész. Azt a kurva. A múlt. Istenem. Amikor mindenki... Itt voltunk, haver... Szar ez így. Hát én is megéreztem most ebben az évben a hiányt. Hogy milyen az, hogy elveszítesz valakit. És teljességgel most átérzem a Lincoln Clay-nek a sorsát. De most komolyan. Megnézem, mert a csaja asszony még ott van-e, ott dohányzik, aki fél éve ott dohányzott. Nagyon, nagyon kibaszottul szar lehet. És ott van. Ennyire megöregedett? Hát mi van? Az anyja lehet szerintem. Ez a negyed, ez egy nagyon, egy, hogy is mondjam, hogy ne legyek rasszista. Egy nigger negyed. De amúgy, hogyha megnézitek. Itt fehér ember nem nagyon fogtok látni. Ő fehér? Az íme ekkora nagy szenya. Az bevágott esvérem. Húzat nem fog érinteni. Ő is feka. Hogyha látok egy fehéret, akkor szóljatok. Telefon. Kit hívjak fel? Nekem nincsenek már barátaim sem. Megöltek! Mindösszes barátomat megölték anyanyába! Csak a pap van. Meg Donovan. Még egy taliga. Most nem tudom minek... Amúgy jó is széjjel nézegetni. Figyelj! Meg kell nézni, hogy a készítők hogyan tudták így a 60-as éveket így bemutatni. Most én nem éltem a 60-as években, legfőképpen meg ebben a városban nem éltem, a 60-as években. És kíváncsi vagyok, hogy milyen volt a 60-as évek Amerikája. Ezt is nézni kell, hogy a készítőnek sikerült-e ezt a hangulatot áthozni. Hogy sikerült-e, hogy érzitek azt, hogy ez a 60-as évek Amerikája? Vagy azt érzitek, hogy ez egy kitalált város, vagy valami. Ilyeneket is nézni kell. Cube! Hát mi van? Hát suliban izé volt, mondjad be. Patkányon megtámadtak titeket, azt nincs suli. Na mindegy. Na most már tényleg nézünk be. Itt be tudunk menni. Szerintem ez ilyen hajléktalan szálló lett már. Genya. Minden. Szerintem még a legutolsó piszuár is a múltra emlékeztet minket. Ilyenkor kapunk hedéket. De vagány. Jó, ott van Sammy. Welcome home. Kiráz a hideg. Nem is megyek tovább. Igen. Danny-t eléggé hamar elintézték. Várjál már, Alice-t akkor az a nyomorék dagadt ölte meg, nem? Igen, Alice-t ő ölte meg. Aha, jó. Hú, de keservesen meg fogják ezt basszulni. Vagy igen, valami ilyesmi. Szerezzük vissza a felszerelésünket. Lehet már szellemek is beköltöztek ide. Old white man who used camera and he rising hell. Egy fehér embertől lopta ezt a órát. És nekünk adta, mint izé Herschel Glennnek annó az órát.
Hú, Istenem. De rá tudnák recskázni. De komolyan. Meg borotválkoztunk? Igen. Use combat knife. Ez a vietnámi harcos kést. Felvettük. Új. Ugye úgy talált el a macsodék Georgie, hogy sikerült túlélni, mert nem fej, valahogy így elkerült a golyó, nem tudom, körbe ment a fejünkön, vagy valamilyen, látjátok, az a csík, az a golyó volt. Ezt nem mi csinál, nem mi borotváltuk bele. És ide tudjuk tenni a pénzünket. Szerintem az, ez azért kell, hogyha elkap a rendőr, hogy megölnek, akkor veszítünk el pénzt. This war of mine. Hát igen, ez a háború a miénk. Eszem jutott San Andreas. Százszor szép, negyedik helyezett lett csak. Öltözőszekrény. Kis gardrób. Ezek a háborús ruháink, gondolom. Igen. Ezek a formál, izé, megyünk. Megyünk enni étterembe. Ez a special, ezek a DLC-sek, én úgy emlékszem. Nem mind. Azt hiszem, itt regisztrálni kellett a honlapjukra a srácoknak, mert akik készítették a játékot, és akkor megkaptuk a Vitónak a régi ruháját. Mármint a Mafia 2-es ruháját. Igen, ezek alap Mafia 3-as ruhák, látjátok, oda van írva. De ezek már DLC, és a Faster Baby, ezeket nem is lehet még választani, Store, Stones Unturned. Na mindegy, akkor egyre maradjunk ennél. Na, ki sem tudom menni. És valami DLC-be ezt a helyet fel lehet upgrade-olni, de nagyon kurva drága. Sok pénzbe kerül, ezért kell majd lopni. Nem tudom, kitettéd ezt a kocsit, de köszönöm szépen. Nyissunk meg egy tabot, egy térképet, és menjünk vissza Donovanhoz, aki itt egy közeli motelban tanyázik meg. Jól van, azt hittem DLC-t már lehet indítani, de még nem. De amit lehet, azt is elindítjuk, mert ezek a DLC-k általában arra fektetik a hangsúlyt, hogy tele legyünk pénzzel, fizetgessünk. És igen. Everyday Laundromat. Mennyi ajtó? Senki sem őrzi ezeket a helyeket? Vegyenek már fel akkor ide engem dolgozni. Nem őrzi, hello? Nem, ez csak egy munkás. Jó, már lassacska, majdnem. Kis habot lenyelettem vele. Hogy bejöttél már? Mint Jumbo Jack. A Egri bárba. Jó, menjünk Donovanhoz. Ejjj, menj már innen azzal a rozsdás szekereddel. Hogy néz ki? Na. A rozsdamarós, ez se segít rajta. Majdnem belemegyünk kamionnal a motelba. Donovan úgy elrepül, mint szájjel kis madár. Itt van Donovan. Nekem nagyon-nagyon nagyon tetszik a sztori. Ezt el kell mondanom. Magamban nem tarthatom. Mindenki iszik amúgy? Nem baj, ha nappal van, ha este ivás van. Ja, nem mondok semmit. Alkoholista szimulátor, komolyan. A haitiensek, a haitiek fognak nekünk segíteni, és Dixie Mafia, Georgie ötlete, heroinnal üzletelnek. Motherfucker. Gondolom azzal a pénzzel, abból a pénzből veszik ezeket, amit mi loptunk. Hol van Baka?
Ő se tudja. Ez a rózsaszín öltöny, ez... kicsit megnyerő. Mondom, az lesz majd a karácsony csíny, hogy technokol beragasztom, vagy oda ragasztom a pohár szélét, aztán majd ráragad a szájára. Wait for the Haitians. A Haitiek akkor segíteni fognak nekünk, nem? Pedig fél évvel ezelőtt még nyírkáltuk kifelé őket a mocsárba, meg is öltük a vezetőt is. És most a Haitiek segítenek nekünk. Mert ők is nagyon rosszban vannak a Dixie maffiával. Hát Donovan kocsiját stílusosan feltöltem. Na, azt hallgatom, hogy valami milyen szám van, de mindegy, ne szólj, szám nem fáj fejem. Sziasztok, sziasztok, búcsúzok, és nagyon várom a következő részt, mert nagyon-nagyon fú, magamévá tett ez a történet egyelőre. Én úgy vagyok vele, írjátok le a véleményeteket, osszátok a kommenteket, minden, mondjátok el, hogy jobbra mentek-e, vagy balra mentek-e suliba. Minden. Az a lényeg, hogy legyetek tartalmasan aktívok a csatornán. Sziasztok, sziasztok, Géta Norbi. Elbúcsúzik. Hello. Várjál már. Ez már egy DLC terület egyébként. Na mindegy, most látom. Oké, okay, hello.